Tiszteltel és szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai beszélgetés címe: Aranyháromszög, a vagy a dollár haláltusája. Talán pontosabb volna azt mondani, hogy újabb aranyháromszög, és mielőtt a történet kifejtésébe belekezdenék, először egy kis magyarázat arra, hogy ez az aranyháromszög, vagy a investopédiában, tehát alapvető pénzügyi, közgazdasági kérdésekkel foglalkozó leágazása, talán ez a Wikipédiának, a szerepel a trianguláris kereskedelem címszó. Ennek egyik legjellegzetesebb példája volt, tehát háromszög kereskedelem, ennek az egyik legjellegzetesebb, és egyben talán az egyik legdrámaibb, legpusztítóbb, legmocskosabb, legaljasabb, tegyük hozzá, történelmi példája volt a, hát mondjuk a 1600-as évek elejétől a, hát igazából a 19. század második feléig, tehát mondjuk a rabszolgaság végleges eltörléséig, ez azért mindenféleképpen egy közel 300 év vagy jó 250 év lehetett, a háromszög kereskedelemnek az volt a lényege, hogy Európának, az európai hatalmaknak, nyugat-európai országoknak ugyan egyre nagyobb szüksége volt az Amerikából származó döntő, font, olyan döntő fontoságú termékekre, mint a gyapot, a dohány, meg persze a cukornád, és a belőle készíthető cukor, meg rum. Viszont nem nagyon tudott mivel fizetni, tehát nem állt rendelkezésre, legalábbis nem állt rendelkezésre elég nagy tömegű, és hát megfelelő árfekvésben lévő áru. Európa számára, eh, ahhoz, hogy ez a kereskedelem ne fulladjon óriási deficitbe Európa számára. Ezért aztán, eh, és így jött létre ez az aranyháromszög, egy áthidaló megoldást választott, tehát eh, úgy általában, tehát minden ilyen esetben, amikor van egy ország, aminek nagy szüksége van egy másik országnak vagy térségnek az áruira, de ő nem tud megfelelő árut ezért felajánlani, és egyébként katasztrofálisan elazósodna, tehát deficitessé válna a két oldalú kereskedelem, ezért keres egy olyan térséget, ahol viszont olyan árúra tehet szert a saját áruit arra cserélve, amit hogyha elvisz abba a bizonyos térségbe, amivel éppen nem tud deficitmentesen kereskedni, akkor eh, helyreáll a rend, tehát akkor, akkor már képes megakadályozni azt, hogy tartósan deficitbe süllyedjen. De talán a konkrét például érthetőbb lesz. Tehát Európa arra jött rá, hogy tehát Amerikával kereskedni gyapot cukornát, dohány szintjén nem tud úgy, hogy katasztrofálisan ne adósodna el, vagy legalábbis kiszivattyúzná az aranyat, mert azért akkor hát alapvetően mégiscsak az arany volt azoknak a pénzrendszereknek az alapja, és ezért arra jött rá, hogy azt kell megszervezni, hogy az ő iparcikkeit, silány minőségű, de már többnyire tömegtermelésű iparcikkeit, meg persze az így gyártott rumot, meg mondjuk fegyvereket, azt elviszi Afrikába, ott óriási profittal eladja, rabszolgát, rabszolgárút vásárol, és a rabszolgárút viszi át Amerikába, amit aztán szintén horribilis profitokat nyerve elad, és ezek segítségével már ö, könnyedén meg tudja vásárolni olyan mennyiségben, az Amerikából származó három döntő fontosságú jószágot, a cukornádat, a, a a gyapotot és a, és a, dohányt. Tehát így jött létre a háromszög kereskedelem, az európai országok, tehát silány minőségű, többnyire már tömegtermelésre épülő iparcikkeket, puskákat, tehát primitív fegyvereket, meg rumot, tehát égetett szeszes égetett bor, ahogy azt aztán Afrikában elnevezték, tudott eladni óriási profitér, ezért jól bevásárolt rabszolgárúból, amelyet aztán mondjuk a bosszoni rabszolgapiacon, meg persze az Antillákon tudott úgy eladni, hogy, hogy, így, így aztán helyreállt a, a rend, és mindenki jól járt, fontosabban a háromszög kétszöge, Európa, meg Amerika nagyon jól járt, Afrika viszont katasztrofálisan rosszul járt, és valójában ez volt Afrika brutális kifosztásának a kezdeti lépése. A konkrét gyarmatosítás, ami inkább már csak a 19. századtól kezdődik el, is óriási károkat okozott Afrikának, de azért ez a 1600-tól mondjuk 1850-ig tartó vagy virágzó háromszög kereskedelem pecsételte meg Afrika sorsát. Ez tehát a történet. A mai történet viszont azt beszéli el, hogy az amerikai Egyesült Államok ugyanezt a brutális hatalom, gazdasági eszközt, fegyvert használta fel az elmúlt ötven év során, és tulajdonképpen használja igazából ma is, de, de már látszanak a repedések ezen a, ezen a rendszeren. A történet az ugye a Bretton woods rendszerrel indul, pontosabban a történet azzal indul, hogy ezt nagyon sokszor beszéltünk, de azért Ceterum Cenzeo újra és újra le kell szögezni azt, hogy a kereskedelem, a pénz és a média a döntő fontosságú fegyverek, hatalomgyakorlás igazi alapját képező fegyverek. A hadászat, tehát a katonai erő az inkább csak látványtechnikailag van bekészítve, fűrálla fele azért, hogyha akadnak olyan országok, vagy netán régiói a világnak, amelyek engedelmesen nem annyira kívánnának leszkedni. Ebbe a hatalomgazdasági rendszerbe, amit a mindenkori világbirodalom, az elmúlt száz évben az amerikai birodalom diktál, akkor hát egy kis jó sorral uh, uh, meg lehet győzni ezeket az országokat arról, hogy jobb, ha beilleszkednek, a békésen és engedelmesen beilleszkednek ebbe a rendszerbe. De azért az amerikai hadsereget figyelve, Vietnám óta tehát lényegében mondjuk a második világháború óta az amerikai hadsereg egyrészt egyetlen háborút sem tudott megnyerni. Vietnám meg, meg Afganisztán rendkívül látványosan bizonyítják ezt. Amit a közelkeleten csinál, az valójában az is permanens vereség igazából, csak hát ügyesen annak van álcázva, mintha az amerikai hegysereg valóban rendkívül értékes volna. Katonailag valójában a töredékét sem éri annak, amit viszont a médiával felturbósítva el lehet hitetni. Tehát Amerika katonai ereje is elsősorban a média látvány technikájára épül arra, hogy a világ elhiszi, hogy adott esetben az amerikai katonai erő bomba van. Azért tegyük hozzá, hogy csak úgy halkan, hogy bizony ezt Oroszország is már átéli és át fogja érni. Mi magunk is úgy gondoltuk, hogy az orosz katonai erő az sokkal ütőképesebb, mint ami ennek ebben a háborúban látszik. Ez akár egyébként jó jel is lehetne, hogy valójában a hadseregei sokkal gyengébbek, szétesőbbek, ócskábbak, nagyon helyes, mint amilyennek feltételezzük őket. Bár hát nyilván ennek is vannak kockázatai és mellékhatásai, de most ez az árujelet. Zárjuk be, hiszen nem erről beszélünk, hanem pont arról, hogy a katonai erő csak látványtechnikailag van bekészítve a hatalom igazi talapzatát, a kereskedelem, a pénz és a média alkotja. És ennek lehetünk tanúi, illetve hát bizonyos értelemben vagyunk tanúi most is. Beiktatták először, ezt többször említettük, de azért egy pillanatra térjünk vissza a Bretton woods rendszerhez, tehát ott 44 nyarán ültek össze a, a világ vezető pénzhatalmi reprezentánsai, annak érdekében, hogy eldöntsék, hogy az új pénzhatalmi rendszer most már egyértelműen az amerikai birodalomra épülve, tehát a dollár, pénzhatalmi rendszere akkor hogyan is működjön, és ott az a döntés született, hogy akkor rögzített aranyparitáson vásárolhatnak folyamatosan a világi egybankjai korlátlan mennyiségű aranyat. Pontosabban hát jöhetnek azzal, hogy itt van három tonna vagy hét tonna dollár, talán volt valamilyen magyar fél, mondjuk 7 tonna dollár, és akkor jöttem az, aranyé, az aranya miért? mert a dollár önmagába véve csak egy papír, egy zöldszínű papír, mondjuk letéti jegy, aranyra szóró letéti jegy, tehát ha valaki úgy gondolja, hogy á, azért jobb, hogyha nem ezt a papírt tárolom, a széfekbe, hanem igazi aranyat, akkor jöttem az aranyamér felkiáltással, ezt azon a rögzített árfolyamon bármikor megkaphatta, de értelemszerűen senki nem akadt 20 éven keresztül, aki ezt megtette volna, mert a dollár a szószoros értelmében aranyat ér. Elég volt az ígéret arra, hogy bármikor, ha úgy alakul, akkor a jegybankok korlátlanul azon a rögzített árfolyamon hozzájuthatnak a, az aranyokhoz. És ez 20-25 éven keresztül semmi problémát nem okozott, az egész világ elhitte, hogy ez így kiválóan működik, csak hogy ennek az lett a következménye, hogy az egész világ Amerikába szállította az áruit, és ezért egy papír tömeget fogadott el, ami egy idő után, lévén, hogy Amerika kereskedelmi deficitjei egyre gigantikusabbak lettek, tehát minden áru áramlott, de Amerika meg a nagy jólétében egyre kevésbé rendelkezett olyan áruval, amit azon az áron, amit ő szerette volna eladni, meg is vették. A a világon, tehát gigantikus dollártömegek kezdtek el felhalmozódni, aminek azért értelemszerűen egy idő után a felfúvódás, ugye latin szó, infláció, felfúvódás jelent, tehát, tehát azért a világ országai a 60-as évek végén, 70-es évek elején már elkezdtek aggódni, és elkezdett aggódni a, a az amerikai birodalom is, hogy hát mi lesz, ha valóban tömegesen kezdik el beváltani a dollárt aranyra. Volt ugyan 37 ezer tonna arany az amerikai birodalomnak, de hát ez, ez csak a töredékét tette volna ki az akkumákint lévő dollárnak, és hát összeomlott volna maga a rendszer. Ezt megelőzendő újabb aranyhárom szög létrehozására tett kísérletet, tegyük hozzá óriási sikerrel, az Amerikai Birodalom, amelynek a lényege az volt, hogy hát előtte két szögről volt szó, volt egyfelől Amerika, az Amerikai Birodalom, odaáramlott minden áru, ő meg papírral fizetett érte, tehát volt az Amerikai Birodalom, meg a világ összes többi része pont. És akkor ez így Amerikának nagyon jó volt, a világ többi részének egy kicsit kevésbé, és ezért is ö, következtek volna be a változások. Amerika viszont ezt akarta megakadályozni, azzal, hogy talált egy harmadik szöget, és ez a harmadik szög a közel volt, és a közel-kelet olaja, Szaudarábiával, illetve Szaudarábia védőernyője alatt, a olajmonarchiákkal, kötöttek egy titkos egyességet 71-ben, hogy azonnal likvidálnak mindenkit, aki nem dollárért ad el aranyat. És akkor ezek után már csak egy kis háborút kellett szervezni, hogy az olajára kb. 16-szorosára emelkedjen 7 év alatt. Na meg persze, hát fel kellett függeszteni a dollár fix paritáson övő beválthatóságát, aranyra való beválthatóságát, aminek aztán az lett a következménye, hogy sokszor beszéltünk erről, hogy 40 év alatt 35 dollárról 2000 dollárra ment fel ugyanannak az aranymennyiségnek az ára. Na, ez bukta el a világ, ami a 35 és a 2000 között van. Ha 35 ér megvehette volna annak idején, akkor nem bukja el azt, hogy 40 évvel később már 2000 dollárért vehette meg Ugyanazt, tehát hiába jelentkezett volna a dollárjáért, 71-ben még 35 dollárt kellett volna adni egy unci aranyért, 2011-ben viszont már 2000 dollárt kellett adni. Hát ez mai áron már több százezer milliárd dollár, ez bukta el a világ. Vagyis megint az történt, hogy a háromszög kétszöge Amerika, illetve a közelkeleti olajmonarchiák, azok nagyon jól jártak, a világ összes többi országa meg hát kevésbé járt jól. És ez e fölött örködött egyrészt a katonai erő, ami azért inkább csak virtuális fenyegetés, de annak kétségtelenül sikeresen megfelelt. Tehát a világ azért kellőképpen retteg attól, hogy Amerika oda csap, és hát kétségtelen azért lecsapott valóban Líbiára, vagy Szíriára, tehát mindazokra, akik megsértenek, hát elsősorban Irakra, ahol az iraki diktátor Saddam Hussein, akárcsak Muammar Gaddafi Líbiában eljátszott azzal a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha nem Dollárért, vagy nem csak dollárért adná el a, a kőolaját. Sokat tudnának mesélni, ha életben maradtak volna, de nem maradtak életben. Erre azért még többé-kevésbé alkalmas volt, és talán ma is alkalmas lenne. Az amerikai hadsereg, illetve pont az derült ki, hogy nem, nem lenne már alkalmas erre az amerikai hadsereg. Szaudi-Arábia ugyanis egyre látványosabban kilépni látszik ebből az alkuból és erre az bátorítja fel, hogy Amerika, az amerikai birodalom sikeresen terelte egymás karjaiba az orosz és a kínai birodalmat. És azért az orosz és a kínai birodalomnak ez a tandemje, ez Szaúd-Arábiát is arra bátorította, hogy hát mi lenne, hogyha mondjuk az amerikai birodalom helyett ezt az eurázsiai konglomerátumot, ez úgyis helyben van, Amerika távolban, ez meg itt Eurázsiában helyben van, itt van a szomszédban, Európa, Oroszország és Kína, idézőjelbe téve, mondhatná Szaudi-Arábia. Tehát 71-től Egészen napjainkig, 51 éven keresztül kiválóan működött ez az aranyháromszög. Iszonyatos, több százezer milliárd dollárban mérhető hasznot hozott az amerikai birodalomnak. By the way, tegyük hozzá, hogy ennek ellenére az amerikai birodalom soha nem látott eladósodásban van. Gigantikus deficitek terhelik, tehát ez mutatja meg a legjobban, hogy milyen elképesztő, katasztrofális, minden, minden túlzás nélkül katasztrofális állapotban vannak a birodalmi elitek, amelyek tehát szabadon fosztogathatták ebből az aranyháromszögből adódóan az egész világot 50 éven keresztül, és mégis a világtörténelm legnagyobb eladósodását, illetve deficitjeit mutatja a, a birodalom. Ami mögött értelemszerűen, ahogy sokszor beszéltünk erről, az általános lelki, erkölcsi, szellemi hanyatlás húzódik meg. A, a katasztrofális eladósodás és deficit, az eladósodás ugye negatív vagyon, meg a deficit, ez anyagilag jelentkezik, pénzügyileg jelentkezik, de mögötte értelemszerűen a szellemi energiák szétesése húzódik meg. Amit tehát most átélünk, az az amerikai birodalom kétségbe esett kísérlete arra, és ezt a háborút, tehát azért kellett kiprovokálni ezt a háborút, Oroszország, illetve Európa, Oroszország és Kína és kölcsönös előnyökön nyugvó Eurázsia együttműködési rendszerét, azért kellett szétrobbantani, azért kellett kiprovokálni itt Európában is egy háborút, ami formálisan, ugyan ukrán-orosz háború, de igazából Európa és Oroszország háborúja, pontosabban az amerikai birodalom és Oroszország háborúja, illetve oda át a csendes óceánon is, Tajvant Kína ukrajnájává téve, most éppen az az uszítás zajlik, hogy akkor ott is kirobbanjon egy ilyen háború annak érdekében, hogy semmiféleképpen ne jöhessen létre az az eurázsiai együttműködési rendszer, amely önmagában Európa, Oroszország és Kína között, ami önmagában is lényegesen erősebb lenne, mint az amerikai birodalom, és hogyha ehhez az eddigi aranyháromszög harmadik szöge a közelkeleti olajmonarchiák is csatlakoznak, már pedig számos jel utal arra, hogy hogy szívesen csatlakoznának, intim liaison kezd kibontakozni mondjuk Oroszország és Szaudi-Arábia, vagy Oroszország és Kína között, és Szaudi-Arábia egyre nyíltabban lépi meg azt a, azt a hihetetlen bátor, tabú döntögető lépést, hogy nem dollárért ad el olajat, hanem Kínának jön ér, hogy Oroszországgal is bótol, tehát ő tőle, tőle fűtőolajat vesz, és ezért Rubellel fizet, vicces, és a többi nem részletezen, tehát egyre látványosabban adja a tanújelét annak, hogy nincs a továbbiakban érdekében, nem áll a továbbiakban érdekében az, hogy ennek az arany háromszögnek a harmadik szögét képezze, és ez lehet az utolsó koporsó szeg, a dollár, mint birodalmi tartalékvaluta, és egyúttal az amerikai birodalom koporsójába. És ne tévesszen meg minket az, hogy jelenleg éppen a dollár erősödése zajlik az euróhoz képest. Hát még szép, mert ebből a hármasból, mármint Európa, Oroszország és Kína hármasából, pont Európa az, a amelyik e hát, e valami egészen elképesztő stupiditással, bármint Európa uralmi struktúráiról van szó, ajánlja fel akár a saját halála öngyilkossága árán is mindenféle szolgálatát az egyébként hanyadló és széteső amerikai birodalomnak. Bravo, csak gratulálhatunk Európa urainak. Ennél végzetesebb lépést, Európa létét fenyegető végzetesebb lépést nem is lehetne tenni, de jelenleg ebben az állapotban vagyunk, és az euró látványos gyengülése a dollárhoz képest pontosan erre vezethető vissza. De ez semmit nem változtat azon, hogy ez az arany háromszög, ez a 71 óta, Fennálló aranyháromszög összeomlóban van, és ha ez összeomlik, az egyúttal a dollár, mint birodalmi tartalékvaluta, és hát nem sokkal ezt követően az amerikai birodalom összeomlását is okozná. És mivel ezt az amerikai birodalom nem akarja, ezért provokálja ki akár az atomháborút is, persze úgy, hogy Oroszországot lehessen ezért felelőssé tenni, vagyis hát ugyanúgy, mint minden végzetes helyzetben lévő birodalom, utolsó aktusaként magára gyújtaná az egész világot. Csak reménykedhetünk benne, hogy ez nem fog neki sikerülni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.